Lássuk hát a leghangosabb dolgokat a földünkön, de előtte egy kis gyors talpaló akusztikából, hogy érzékelni tudjátok a különbségeket. Valaminek a hangerejét decibelben mérjük. A decibel nem hagyományos értelemben vett dimenziós mértékegység, mint például a méter, hanem két érték viszonya logaritmikus skálán. Ez egy igen bonyolult téma, amiben most nem mennék bele, de ha jobban meg akarjátok érteni, érdemes utána járni, mert számos helyen használják. Nagyon leegyszerűsítve, mivel itt most hangintenzitásról beszélünk, az valamivel nagyobb eredményt ad, mint az alapképlet, és arra ezt kell használni. Akkor lássuk a listát! Kezdjük a listát egy laza villám csapással. Bizonyára mindannyian hallottátok már Zeus haragját, többnyire messziről, azonban közvetlen közelről elérheti a 125 decibelt, ami körülbelül fülünk fájdalom küszöbe, és ha huzamosabb ideig ennél magasabb decibelű hangoknak vagyunk kitéve, azok maradandó halláskárosodást okoznak. Ha voltatok már gyorsulási versenyen, feltehetően nem csak a füleitekben, hanem a mellkasotokban is érezhettétek ezeknek az autóknak az erejét. Ha valamilyen megfontoltságból oda mennénk közvetlen közelre fülvédő nélkül, miközben ezek dúrogtatnak, bizony nem sokáig élvezhetnénk Justin Bieber csodás műveit. Ezek a járgányok pár méteres távolságból elérhetik a 140 decibelt. Nem kell sok időt eltöltenünk, hogy olyan süketek legyünk, mint a nagy ágyú. Lőtereken kötelező a fül és szemvédelem, nem véletlenül, ugyanis a filmek nem adják vissza, hogy valójában mennyire hangosak ezek a szerkezetek működés közben. A hangerejük elérheti a 150-160 decibelt, mely a célpont mellett saját halló sejtjeinket is képesek elpusztítani, ami azért is szívás, mert ezek nem regenerálódnak. Egy utasszállító repülőgép sugárhajtóműve nem épp oly csöndes, mint egy Tesla, ugyanis átlagosan 165 decibeles hangerővel üzemel, mely közelről bőségesen elég ahhoz, hogy hazatérve kedvenc kanapénkba ülve, 5-ös helyett 10-es hangerőn hallgassuk Nicki Minaj Shakin' It For Daddy című számát, mire a szomszédok joggal fognak illedelmesen kopogtatni, hogy kölcsönkérjék hangrendszerünket kutatási célokból. Egyébként a hangerő mellett egy ilyen hajtómű képes tárgyakat és embereket is elsodorni az útjából, ahogy a képeken láthatjuk. Ha az imént említett tárgyakat, embereket esetleg az űrig szeretnénk repíteni, nem árt, ha van egy űrhajónk. Ezek egyelőre csak rakéta meghajtásúak, de még így is jóval erőteljesebbek, mint bármelyik sugárhajtású repülőgép, és persze legalább ennyivel hangosabbak is. A legnagyobb rakéta, amit valaha fellőttek, a Saturn 5 volt, és a hajtóműjének a hangja indításkor elérte a 185 decibelt. június 30-án különös jelenségnek lehettek tanúi a Közép-Szibériában élő lakosok. A helyszíntől 500 kilométerrel távolabb közlekedő transzszibériai vasútvonal utazó közönsége szokatlanul világos fénycsóvára lett figyelmes, ugyanakkor erős rengést is érzékelt. A jelenség okozója egy meteor volt, ami a légkörbe érve tűzgömbé alakult. 4-500 kilométer tett meg az atmoszférában, majd 6-8 kilométer magasságban felrobbant. A robbanás helyszínén legelő állatokat hamuvá égette, 30 kilométeres körzetben minden fát gyökerestül kitépett, és a hangrobbanás a 65 kilométerre lévő Vanavara település házainak ajtajait, ablakait betörte. Az említett település közelében 80 kilométer sugarú körben letarolta a tajgát. A robbanás energiáját 10-20 megatonna TNT robbanási energiájával egyenértékűre, hangerejét 221 decibelre becsülik. Amúgy 193 decibeltől már nem igazán beszélhetünk normál értelembe vett hangokról, hanem inkább lökéshullámokról. A cár bomba a Szovjetunió által 1961-ben ledobott legnagyobb hatóerejű hidrogénbomba, melyet az emberiség valaha alkotott. Hogy lássuk arányaiban mekkora is a különbség egy 50 megatonnás bestia és a többi között, itt látható.
Az első két szinte pontnak mondható robbanás a II. Világháborúban Japánra ledobott atombombák mérete. Robbanáskor a hangereje 224 decibelt jelzett, ez olyan erősségű hangot bocsátott ki, hogy 900 kilométerre lévő ablakokat tört be, a robbanás hőjét pedig 273 kilométerről is lehetett érezni. ...1883-ban az indonéz szigeteken az írott történelem leghatalmasabb vulkán kitörése történt, méghozzá a Krakatoa vulkán által. A 230 decibeles kitörés akkorát szólt, hogy 60 kilométeres távolságból is beszakította az arra hajózók dobhártyáját. Feljegyzésekből kiderült, hogy még Nyugat-Ausztráliában is hallható volt, mely 3110 kilométerre volt a kitörés epicentrumától, ami megfelel egy New York-Párizs távolságnak. Glenn Penfield geofizikus az 1970-es évek végén, miközben kőolaj után kutatott a mexikói öbölben, a Yucatán félszigettől északra, véletlenül felfedezett egy ősi becsapódási krátert. 70 kilométeres átmérőjével az ezt okozó vélhetően üstökös, jó nagy sebet ejthetett Földünk testén és ökoszisztémájában. Az izotóp analízis alapján a becsapódásra a kréta időszak végén durván 65,5 millió évvel ezelőtt kerülhetett sor. Mivel ez nagyjából egybeesik az úgynevezett KT határral, sok tudós szerint a becsapódás lehetett a dinoszauruszok kihalásaként ismert kréta terciér esemény fő oka. A robbanás kolosszális lehetett, ahogy a hangja is. Csak szimulációkkal tudjuk nagyjából felbecsülni, mekkora lehetett, de kutatások úgy vélik, megközelítőleg 275 decibel erejű robaj kísérte a kataklizmát. Ez lehet, hogy meglepő lesz, de ha a Föld leghangosabb dolgait keressük, ezt biztosan semmi nem übereli. Történelmi feljegyzés ugyan nincs róla, mivel 4,5 milliárd éve történt. Elméletek szerint egy Theia nevű kisbolygó ütközött Földünknek, majd ebből alakult ki Holdunk is. Ha ez mind igaz, ennél tényleg semmi nem pukkanhatott nagyobbat. Igazából megközelíteni se tudjuk, mekkora hangja lehetett a becsapódásnak, úgyhogy ezt a fantáziátokra bízzuk. Reméljük, kirobbanó sikert értünk el azzal, hogy lenyűgözzünk ezekkel a tényekkel. Ha gondolod, írd meg, melyik szólt nálad a legnagyobbat, hogy legyen visszhangja.